Biztosan állítható, hogy Abony egyik legnagyobb téli eseménye volt a sportbál. Fiatalok és idősebbek több mint 600-an gyűltek össze a Varga István sportcsarnokban, hogy együtt ünnepeljék a város büszkeségeit. Az idei bál azért is különleges volt, mert 20. alkalommal szervezték meg. A városnak évtizedek óta élénk sportélete van, legyen szó a fociról, a kézilabdáról, a sakról vagy a birkózásról, mondta ünnepi köszöntőjében a polgármester. Abonyvárosnak nem csak a múltjában volt jelentős a sport, hanem a jelenében is. Erről tanúskodnak a jelenlévők, illetve ezek a díjak, amelyek mögöttem találhatók. Azt gondolom, hogy itt a jelenlévő sportolók azok, akik nem csak jelent biztosítanak a város sportjának, hanem a jövőjét is jelentik. Ehhez próbál mindent megadni a város vezetése, amit egy kisvárosban lehet. Pető Zsolt emlékeztetett, számos sportfejlesztés történt a tavalyi évben Abonyban, legyen szó a Varga János birkózócsarnok építéséről, vagy a Mikestó körüli futókörről. A fejlődés pedig nem áll meg, többek között megvalósulhat a sportcsarnok energetikai megújítása. A bálozókat a térség országgyűlési képviselője Földi László is köszöntötte. Örömmel tölt el, hogy részese lehettem és részese lehetek azoknak a fejlesztéseknek, amelyek a sport területén, de nem csak a sport területén, hanem Abonyváros fejlődése érdekében történnek. Én is a köszönetemet fejezem ki minden versenyzőnek, minden edzőnek és a szülőknek, akik a gyerekeik mögött állnak, hogy ne a számítógépet és a telefon nyomkodják egész nap, hanem menjenek, játszanak, sportoljanak, versenyezzenek, vigyék Abony hírét minél messzebb. A bálon 35 díjat adtak át. A versenyeredmények alapján legjobban teljesítő sportolókat és sportszervezeteket, csapatokat szólították. Díjat kaptak a sakk, a kézilabda, a labdarúgó utánpótlás, a birkózás, a torna és az akrobatika sportágak kiválóságai. De köszöntötték a karatéban, a lovas sportban és a triatlonban szép eredményeket elérőket is. Az est egyik legszebb pillanata volt, amikor Krupinca János, a Power Karate Sport Egyesület vezetője átvehette a Dan diplomát és a tavaly megszerzett 5. Dan mester fokozatot jelképező övet. Krupinca János 1981-ben kezdett karatézni. Kérdésünkre felidézte azt is, miért választotta ezt a sportágat. Abban az időben még nagyon nem volt elterjedve a harcművészet Magyarországon, és igazából így a környékünkön csak a Kyokushin karate volt itt Szolnokon, és ezért történt ez a választásom. Nekem mindig is jó volt úgy a várossal, mint az abonyiakkal a viszonyom. Nagyon sok téren igyekeztem bizonyítani azt, hogy szeretem a szülővárosomat, és a mai napig is nekük, velük, értük dolgozom. Az 5 danos övet a Magyar Kyokushin Karate Egyesület elnöke adta át, aki elmondta, öröm, hogy Magyarországon egyre szebb eredményeket érnek el a karatésok, és egyre több a fiatal versenyző. Én azt gondolom, hogy fegyelmet ad mindenképp, alázatot ad nem csak az idősebbekkel, hanem másoknak a tiszteletét is megtanítjuk a gyerekeknek, és ezt bárhol az életterületén tudják alkalmazni. A közelgő világbajnokság, ami októberben kerül megrendezésre Tokióban, az országoknak a létszámát sorolták föl, és Magyarország a 6. a 108 ország közül. Európában meg természetesen benne vagyunk a top 3-ban, a litvánok és a lengyelek előznek meg minket, de dolgozunk azon, hogy ez több legyen és jobb legyen. A sportbál megálmodójának, Lőrinci Veronikának virágcsokorral köszönte meg munkáját a polgármester. Az estről pedig természetesen a tánc és a vidámság sem maradhatott el, a bálozók hajnalig mulattak.